Harkai Hunor topolyai kosárlabda edző mintegy fél évet dolgozott Indiában. Pályafutását most a magyar elsőligás Jászberény csapatánál folytatja. Dániában, amikor vettem a szuperligás Abihoy csapatát, akkor ismerkedtem meg egy amerikai edzővel, Rob Friedrichel, aki elég sok ideig volt például mondjuk a német elsőligában, és neki dán felesége volt, és hát látott egy mérkőzést velem, amikor annyit látott októberben, amikor bementem a pályára, hogy amint beléptem a terembe, a közönség elkezdett tapsolni. És hát Dániában ez azért furcsa, mert az embert nagyon ezen fogadják el. Tehát ez a közönség mondjuk látott pár öt barátságos meccset előtte, és akkor rögtön odajött hozzám, és kérdezi, hogy hát, hogy te ki vagy, mi vagy, jó van, te itt vagy, fiatal, nem felnőtt csapatnál, és kérdezi tőlem, hogy hát te mit csinálsz, hogy téged egy hónap után már így elfogadna. És akkor beszélgettünk, és akkor beveszem a szerzést, mert Dániában akkor már felajánlotta, hogy menjek az indiai ABN akadémia igazgatói posztjára. Azonban kaptam jobb ajánlatokat, és ezen a nyáron, amikor befejeztem a szerzést Írországba, akkor kaptam egy jobb szerződést tőle, és úgy voltam vele, hogy ez egy nagyon jó újabb lehetőség. Új kapcsolatokat teszek szert, új kontinensen vagyok, és hát tényleg beigazolódott, hogy érdemes volt elmennem. És hát így kezdtem augusztus 16-án, mint az akadémia igazgatója, valamint vezetőedzője a Bangalore városban. Töredelmesen bevallom, hogy keveset tudok az indiai kosárlabdáról, tehát írjuk egy kicsit körül, hogy milyen színvonalon van ott a kosárlabda. Tehát a kosárlabdának van hagyománya, tehát már jó ideje jelen van, azonban megkérdezi Indiáról azt, az utóbbi években kezdett el jobban befektetni pénzt úgy termékbe, csarnokokba, valamint külföldi edzőkbe, és azt kell mondani, hogy ott tartózkodtam, egy kérdés van, hogy 5 év, 10 év vagy 20 év kell ennek az országnak, hogy ő legyen a második Kína a sportban, ugyanis a kínaiak szintén ezt elkezdték már 10-20 évvel ezelőtt, és ők ezt akarják, tehát egy hatalmas országról beszélünk, tehát a területre 7. legnagyobb ország a világon, azonban több mint 1 milliárd lakosa van, tehát ebből a nagy masszából nem nehéz összeszedni mondjuk egy jó vállalatot később, hogyha azok a játékosok utánpótlás szinten komoly minőségi munkát kapnak. Ami a vállalatot illeti, jelenleg a szerb szövetség kapitány Zorán Visnyic vezeti az indiai összes vállalatot, tehát ő nem tartózkodik ott egész évben, hanem amikor verseny van, egyes csapatokat ő vezet, és például most a női csapata jutott be az A divízióba Ázsiába, a B-ből, valamint a férfi vállalat az A divízióban szerepel. Indiáról annyit lehet tudni, hogy például két játékosuk van, akik az NBA-ben játszanak, tehát néha szerepet kapnak az NBA csapatukban, azonban néha visszaküldik őket az úgynevezett D-ligába, ami lényegében az egy NBA csapatnak a fiúk csapata, tehát lényegében ez a második bajnokságuk, valamint több játékosuk van az ausztrál profi ligában. Ami Európát illeti, tudomásom szerint nincsen egy profi játékosuk se. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, úgy vagyok vele, hogy jó volt elmennem, mert tényleg, ha fejlődés lesz, valószínűleg sokkal könnyebben kapok majd egy még jobb szerződést, és hát tervezik a profiliga beindítását, ez kérdés, ez egy év, két év vagy öt év lesz. Meg kell jelzni például, hogy labdarúgásban csak az előző évben volt egy összindiai profiliga, és hát, hogy komolyan gondolják ezt, ez azt bizonyítja például, hogy a Bangalore lett a bajnok, akinek most portugál edzője van, valamint a futszát akarták népszerűsíteni, és például elhívták a Ronaldinho-t, aki mondjuk Paul illetve egyéb nagyászokkal jött el, egy ilyen gála mérkőzést játszani.